Találtak egy bombát. Így kommentálta egy járókelő azt a káoszt, amivel ma délután találkozhattak azok, akik a Szél-Kálmán téren jártak. Lezárták ugyanis egy, a felújítás során talált robbanószerkezet miatt a környéket. Lezárásra került a Szénatér Margit körút felüli része és a Várfok utca egy része. Ezen kívül leállították a BKK ezen szakaszát érintő forgalmait is. Azok járnak, ami a Krisztinán. A 122-es az honnan indult? Mert ott állok a mert én ott nem láttam egyik se. Egy pillanat, most én beszélek először. Az magyarázza meg, hogy jó. Itt körbe kellett jönnöm. Ja, minden le van zárva? Hát látja itt körbe az egész tér. Uh-huh. És mit mondtak, mennyi időn még ezt elviszik? 10:30-kor mondták be először, hogy találták. Találtunk egy darab német gyártmányú, második világháborúban alkalmazott páncélgyárat, 39 típusú, 7,5 cm-es átmérőjű páncéltörő gránátot, gyújtószerkezettel, kilőtt állapotban, robbanóanyagot tartalmaz, ezért az eszköznek esetleges felrobbanása esetén kb. 75-100 méter sugarú körben a repeszei, illetve a maradványai okozhattak volna esetlegesen halálos sérüléseket is. Mi lesz a sorsa? Hát az eszközt elszállítjuk a legközelebbi robbantási területre, ahol megsemmisítjük.